Csekkoljátok le az MC Shopon az ondás termékeket. Link a leírásban. Sziasztok, én Zonda vagyok, és itt is ennek egy újabb Scrapponic résszel, és ebben a videóban ismét építkezni fogunk, azonban nem mást, mint egy háromkerekű járművet, ugyanis azt még soha nem építettem ebben a játékban. Szerintem ez érdekesnek ígérkezik, ugyanis egyrészt háromkerekű jármű, ami eléggé ritka, másrészt oda kell figyelnem majd arra is, hogy egyensúlyban maradjon kanyarodásnál is, úgyhogy majd ezekre is kitérünk. Tehát akkor kezdjünk is el építkezni, szerintem ez is... milyen blokkból legyen? Legyen maintenance-i blokkból, legtöbbször azzal szoktam már építkezni kocsit, meg ilyeneket. Csapágy, az nagyon fontos. Kell nekünk egy ilyen, és kell nekünk egy ilyen. Szokásosan azért nézek a Google-ből képeket egy-két járműről, ugyanis ott vannak jó dizájnok. Azt nem mondom, hogy konkrétan egyfajta járműt meg fogok építeni, ami létezik, hanem lehet, hogy így keverem ezeket a kinézeteket. Lehet, hogy még izgalmasabb lesz. Nagyok, és kb. Ennyire lesz széles, nem lesz ennél szélesebb. És nézzük egy dizájnt, és az az érdekesebben, hogy a kocsinak a kereke az nem itt van belül, hanem egészen ki van lógva. Végül is a helyzet ez megoldható, mert itt belül amúgy is kéne hely a motornak, a motorblokknak. Az a vagy az lehet keskenyebb is, csak akkor a motornak nem lesz, ha értitek. Úgyhogy kell is. Ó, akkor lehetne amúgy felfüggesztést. Ó, várjunk, már van egy jó ötletem. Hogyha ez sikerülni fog, ez az ötlet, amit most így kitaláltam, akkor egy egészen tömör kis járművünk lesz. Ilyen tömör, de szép és részletes lesz. Már ha sikerült, szóval ide kell egy ilyen csapágy. Ide egy ilyen. Elég ez egy ilyen felfüggesztés is, nem? Na várjunk. Ez lehet, hogy egyebb bejebb kéne tolni ezt így az egészet. Az nem lenne baj, nem? Hanem először nézzük meg így, hogy milyen. Ennek ugyebár kanyarodnia is kell. Ja, egyébként ezt írtátok többen is, hogy mutassam meg, hogy a Master Trackban hogy csináltam azt, hogy ferdék a felfüggesztések, és mégis egyenesen kanyarodik. Hát most itt láthatjátok, mert pontosan ugyanazt fogom megcsinálni, amit ott is. Szépítsük meg a másik oldalon is. Honnan kezdődik? Innen. Ezt így. És akkor, hogy lehet, hogy ez majd, ez még csak a terv része, még nem biztos, hogy ez így lesz, sőt biztos, hogy nem így lesz. Csak ki akarom próbálni, hogy ez így egyáltalán működik-e. Vagy hogy hogy néz ki. Ó, ez micsoda. Nem akarom tudni. De a lényeg, hogy... aha, ezt akartam elérni. Kellően kilógnak, akár építhetjük egyel beljebb is, és egyel hátrébb is az, az egészet. Tehát ez azt jelenti, hogy itt kell lennie. Meg itt. Ezeket addig lebontom, és most. Igazából nem is kell teljesen lebontani, csak ezeket itt. És akkor most ide berakunk egy kontrollert, és ezeket most újra bekötjük. Ez a magasság, lehet, hogy ez egy kicsit magas szerintem. Meg nem kéne ennyire magasnak lennie. Az a baj, hogy ennél kisebb felfüggesztés pedig már nem nagyon van. Ja, akkor még próbáljuk meg azt, hogy... hát már lassan 90 fokos lesz a felfüggesztés, azt azért mégsem kéne. Hát ez most megint csak furcsán fog kinézni. Szóval akkor még egyszer. Most már engedi. Akkor ez volt a probléma. Ha ez így most jó lenne, és amúgy jó. Hát ezek most kilógnak itt, de legalább meg lett toldva rendesen a felfüggesztés. Az a baj, hogy így az ajtónak nem lesz helye. Akkor lehet, hogy keskenyebb ülésekkel lennének, már pedig azok csak ezek lehetnek. Így, és így ide.
És ennek nincsen ajtaja, mert ez annyira kicsike. Ennek csak egy ilyen fal ide. És ennyi. Vagy be lehet ugrani, meg ki lehet ugrani ebből. És van valami, ami ezt így feldobná. Nem is akármi. Lesz itt is egy kipufogó cső. Fel is dobja a kocsit rendesen oldalról. De befér még egy motor? Persze, hogy befér, miért ne férne be. Hát hátsó kerék még nincsen, de az is lesz hamarosan. De egy ilyen pont ide passzolna. Hátrébb raknám, de ennek nem kell izé, ez egy kabrió, ennek nem kell ilyen ablak. Ennek egy ilyen kis ilyen. Először még dekoráljunk így az elejében. Legyen egy orra is ennek, egy rendes orra. Mert ez így még nem okés. Ez érdekes, mert most felraktam liftre, így bele vannak bagolódva a blokkba a felfüggesztések, azonban, hogy leveszem, akkor ki tudnak jönni onnan. Az órával nagy bajban vagyok, nem tudom, hogy hogy nézzen ki. Hogy mi néznek ki jól ebben a játékban. Nem tudom, hogy ezt tudtátok-e. Lehet, hogy már egyesek rájöttek, de na, ezt keresem. Ezeket lefestem fehérre, olyan, mint a lámpák lennének. Konkrétan olyanok, mint a lámpák lennének. Mondjuk ez nem néz ki jól. Ó, nem is kanyarodik jól, nézzétek. Ezt egyeképp kell rakni a kerekeket. Ezt megoldjuk egy ilyennel gyorsba. Az nem, hogyha egyen még kiebb leszek a kerekek, mert egyébként így néz ki való életben is az a kocsi, amit nézek. Ilyen jó széles kerekei vannak. Talán ez jobb. Talán ez jobb. Kezdek már berekedni, pedig nem is beszélek sokat most annyira. Legyen mondjuk ilyen. Ez így nem rossz. Sokkal, mint az eddigi dizájnok, amiket eddig építettem. Na, a vastag kerék az két blokk szélesség, ami azért, mert akkor így pont középen lehet, mert akaratomon kívül is páros számú blokk szélességi járművet kezdtem el építeni. Úgyhogy de jó, hogy ezt így kezdtem el. Mind a két csapágy meghajtja. Az egy olyan menő. És nézzétek, így egy vonalban is van. Nem ferde? De egy kicsit talán ferde. Akkor 30 fok. Aha, hogy ezért nem tűnt egyenesnek a kocsi. Felfüggesztések nem voltak jók. Jó, akkor visszavesszük. Vagyis előrébb toljuk megint a fokokat. Most ismét egyenesnek látszik. Igen, egyenes is. Most legalább jól is kanyarodik. Ja, és ide is kéne meghajtás. Dupla meghajtás egy keréknek, értitek? Az milyen kemény már. Jó, a motor az lehetne ennél erősebb is, én úgy érzem. Na és itt lesz a hátsó kerék. Csak így azért szebb, mint ha csak blokkok lennének kiállva. Úgy, hogy ezt le is helyezem, motort bekötjük ebbe is. Na valahogy így. Még itt hátul azért kéne dekorálni. Ezt nem így akarom hagyni, de már legalább nem néz ki annyira csúnyán hátulja. Nézzük meg, hogy milyen. Na most már stabil. Nem borul fel, látjátok? Ho! Majdnem elkiabáltam. De fel tud borulni, szóval csak óvatosan vele. De legalább megy. Húha. Ezzel nem szabad nagyon száguldozni. Le kell lassítani kanyarodás előtt. Na így. Csak szép kultúráltam, mert különben felrobbanunk. Vagy felrobbanunk, felborulunk. Na, szerintem akkor fessük le, milyen színű legyen. Vörös és citromsárga. Az jól néz neki.
Kicsit a Ferrari is lenne a design akkor, de amúgy meg szerintem tök jó. Na, így most teljesen vörös. És hát igen, citromsárga szín az dobna rajta. Várjunk, és ha itt oldalt lenne citromsárga, így végig. Na, ez azért már jobb szerintem. Ahhoz képest, hogy milyen kicsike kis járműről van szó, már nem tudom mennyi ideje azon gondolkozok, hogy milyen dizájn legyen az elejének, mert az előző nem tetszett, az azután is sem, az azután is sem. És most gondolkozok valami újon. Oké, szerintem megvan a végső dizájn, én ezzel nem fogok többet dolgozni. Úgyis már elég sokat gondolkodtam így is, hogy milyen legyen a végső dizájn. Szerintem ez így jó lesz neki. Nem tudom, ti mit gondoltok. Igen, amúgy ide emögésre rakhatnék lámpát, és akkor egy kicsit ilyen Audi-s lámpája lesz, azonban én direkt azt akartam, hogy itt ilyen fekete háromszög maradjon. Viszont én amondó vagyok, hogy már be is fejeztük ezt az építményt, mert hogy igazából ezelőtt már minden megcsináltunk, csak a kinézetét dekoráltuk még az orrnak. De akkor próbáljuk is ki még egyszer, szóval be lehet szállni, kanyarodása az jól működik, és akkor induljunk el. Kellően gyors. És hogyha lassan kanyarodunk vele, akkor nem fog felborulni. Pedig furcsa, ahhoz képest, hogy mennyire lapos, mégis is felborul. Pedig nincs is magasan a súlypontja, úgyhogy nem is értem, hogy miért csinálja ezt, na mindegy. Nem tudom, hogy valójában az ilyen kocsik mennyire könnyen borulnak fel, de biztosan elég könnyen. Ahhoz képest, hogy milyen kicsike, ketten is beleférnek. Na jó, van, akkor igazából el is érkeztünk ennek a videónak a végéhez, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Amennyiben nektek tetszik ez a három kerekű jármű, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy mindig lássátok, amikor új videó kerül fel a csatornámra. Szóval ennyit volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!